Pannóniában, Gorziumban jött létre az egyik első római katonai tábor. Gorzium számos fontos kereskedelmi út meccéspontjában fejlődött ki egy római erődítményből, és a második évszázadtól már városi jogot élvezett. A város 260-ban egy tűzvészben teljesen elpusztult. 30 évvel később, Diokletianus császár idejében Gorzium romjain megalapították Herkúlia városát. Teljesen újjáépítették, és teljes pompájában, mint a hátország egyik belső városa virágzott. A Herkúria nevet Diokletianus adta a városnak, társcsászárának, Maximilianus Herkúriusnak tiszteletére. A folyamatosan növekvő város fallal és őrtornyokkal erősítették meg. A 9. században ismét érkezett egy nép északról, a nagy síkságon, az Alföldön keresztül. Az itt letelepedett és a többnyire csak könnyű fegyverzettel bíró lovasnépet keletről nyugatra üldözték a besenyők és a többi különböző lovasnép. Harci taktikájuk ismeretlen volt, harcosaik nagyon vadak és kegyetlenek voltak. A magyarok honfoglalása a Kárpát-medencében 896-ban történt Árpád vezetése alatt, aki körülbelül félmillió magyar fejedelme volt. Ezek az emberek 7 magyar törzsre osztódtak, a törzsek neve Megyer, Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Kürgyarmat és Nyék volt. Rendszeres rablótámadásokat folytattak Európa nyugati országai ellen. Az idők folyamán a város egyre fejlődött, a dombokon, amelyek a mocsárból kiemelkedtek, elővárosok is épültek. Ide parasztok, kézművesek és kereskedők települtek. Székesfehérvár városa fontos kereskedelmi útvonalak csomópontja lett, amelyek Mórvölgyén át Veszprém környékén keresztül délkeletre a Balkán-félszigetre és északkeletre egy dunai révhez, a mai Budapesthez, valamint a Balaton mentén Itália irányába vezettek. Első István Magyarország politikai struktúráját újjászervezte. A régi törzsi területek helyett 40 vármegyét alapított. A 11. században a város a Szentföldre induló zarándoklatok fontos állomása volt. Kívánsága szerint 1038-ban Istvánt a bazilikában helyezték végső nyugalomra. Ekkor szentelték fel az elkészült bazilikát. Az egyszerű előttemplomból fejlődött ki az épület egy háromhajós gigantikus román stílusú bazilikává, mely a 15. században nyúlóan gótikus hozzáépítéseket és egyéb változtatásokat kapott. Végül is egy királyi épületről volt szó itt, márványpadlókkal, freskókkal, aranyoltárokkal megépítve, kristályokkal, onyxkövekkel, arany- és ezüstberakásokkal gazdagon díszítve. A magyar templomépítészetre erős hatást gyakoroltak a szerzetesrendek, akik már máshol jól bevált templomformákat honosítottak meg az országban. István király kőkoporsóját egy római szarkofágból alakították ki, amelynek ábráiban a bizánci kultúra befolyása tükröződött vissza. A szarkofág fedél rekonstrukcióját 1962-ben Szakál Erdő rajza alapján végezték el, amelyet ő a szarkofág megtalált kődarabjai alapján készített el. Szent Szűz Mária, nincs hozzád hasonló asszony a világon. Te a legnagyobb és legfenségesebb királynak, az égi atyának leánya és szolgáló leánya, te a legszentebb urunknak, Jézus Krisztusnak anyja. Te a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk együtt Szent Mihály arkangyallal, minden mennyei erőkkel és minden szenttel együtt,
a te legszentebb szeretett fiadnál, Urunknál és Mesterünknél. Mátyás király végeztette el a legnagyobb változásokat a bazilikán, amelyek egyben az építmény történetének a végleges befejezését is jelentették. A késő gótikus építmény akkoriban az egyik legnagyobb templom volt Európában. A főhajó végleges magassága 44 méter, a bazilika hossza körülbelül 100 méter volt. A két eltérően magas torony körülbelül 70 méteres volt. És 1543 között, tehát több mint 500 év alatt a bazilikában 43 királyt és 39 királynőt koronáztak meg, és 15 elhunyt magyar királyt temettek ide.